Váratlanul távozott az ifjúsági futballcsapat korábbi edzője, Bencsik Gergely. Helyére a klub vezetése, Minor Leventét kérte fel az együttes irányítására. Én már 1994 óta Nagyatádon élek, itt futballoztam elég sokáig, akkor utána edzői feladatokat vállaltam különböző csapatoknál, elvégeztem az edzői iskolát, jelenleg B-licences képzettségem van, mellette pedig a főiskolát is elvégeztem a testnevelő edző szakon, és ezt mind azért végeztem el, mivel edzői pályafutásban gondolkodtam már játékos korom óta. Az U19-es gárda jelenleg kevés létszámmal játszik, így a serdülő és a felnőtt csapattal is átfedések vannak a játékos állományban. A serdülő csapatból is kapunk játékosokat, hát akik a serdülőbe végül is már kinövőbe vannak, meg szoktuk kapni, mivel mindenképpen kell pótolni őket, mert nem vagyunk annyian, amennyien kellenénk. Meg a nagy csapattól járnak vissza hozzánk, akik ott edzenek, és abban a korosztályban esnek még, hogy az ifi csapatban játszhatnak. Így tudunk kiegészülni mindenképpen. Az U19-es csapat első bajnoki mérkőzését Zalaegerszeg ellen játszotta, akik kondicionálisan és szakmai tudásban is szemmel láthatóan felkészültebbek voltak. A találkozón Németh Roland egy találatával 6-1-es vereséget szenvedett Minor Levente együttese. Eleinte még fel tudtuk venni velük a harcot, de ahogy telt a mérkőzésen az idő, úgy látszott azért a kondicionális különbség is, ahogy fáradtunk, úgy jöttek ránk, és hát ez miatt kondicionálisan, ha fáradunk, akkor gondolkodásban is lassúak vagyunk, és mozgásban is, és így kaptuk sorozatba a gólokat, mivel olyan hibákat, helyezkedési és technikai hibákat vétettünk, amik hozzájárultak ehhez a súlyos vereséghez. A bajnokság második mérkőzését Badacsony Toma ellen szintén vereséggel zárta az ifjúsági csapat. Itt 1-0-ra veszítettünk, ebben a mérkőzésben már láttam mindenképpen fejlődést a játékunkba, voltak helyzeteink. Végeredményben úgy küldtem ki a fiúkat, hogy mindenképpen meg kell nyerni ezt a mérkőzést. Meg is tettek mindent a mérkőzés megnyerésére, csak hát a lehetőségeket, amiket kialakítottunk, azokat kihagytuk. Az ellenfél pedig úgymond az egyetlen lehetőségét kihasználta, és ilyen a futball, hogy megbosszulja ilyenkor magát. Az edző azonban nincs elkeseredve, hiszen elsődleges célja, hogy a felnőtt csapat számára megfelelő utánpótlást neveljen. Arra törekszünk, hogy úgy felkészítsük a fiatalokat, hogy a nagy csapatnak a kerete közelébe tudjanak férkőzni, hogyha lehetőséget kapnak, akkor olyan technikai és kondicionális állapotban legyenek, hogy ott meg tudjanak felelni. Tehát nevelni szeretnénk a nagyatádi futball számára a fiatalokat, hogy ne más csapatok vigyék el esetleg, hanem tudjanak beépülni a nagy csapatba, és ezáltal nagyatádi játékosként tudjanak tovább fejlődni.